Nagy tiszteltes szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. Kiemelten köszöntöm a mai testületi ülésünkön Stumpf Attila urat, a cigánydíjjárás járási hivatal vezetőjét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat Karászi Zoltán úr, Tiszakarád polgármestere, illetve köszöntjünk körökben Lakatos István úr, az Emprém Ízmű Kft. Ügyvezető igazgatóját, aki szintén köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Napi rendi pontokat mindenki megkapta írásban. Javaslom elfogadni a kiküldött anyag szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a második és a harmadik napi rendi pontot egybe tárgyaljuk, illetve még a nap folyamán adott három téma, tehát három másik napi rendi pontot javaslok fölvinni a mai ülésre. A másik három napi rendi pont csatlakozás a polgármesterek szövetségéhez, döntés a fenntartható energia akcióprogram elkészítéséről. A következő az önhiköpályázat benyújtása, illetve a harmadik általános iskola tanulóiért alapítvány támogatása. Ezekkel a kiegészítésekkel tiszteltel kérem a testületet, hogy fogadja el a napirendi pontokat, és jegyzőkönyvvezetőnek pedig javaslom elfogadni Lőrinc Juhász Mariettát, aki egyetért javaslataimmal, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Meg is kezdenénk a mai testületi ülésünköt. Mint már említettem, van két vendégünk, Tiszakarád polgármestere Karászi Zoltán úr, illetve Lakatos István úr, az Emprém Ízmű Kft. Ügyvezető igazgatója. Hát az apropója az ennek a mai találkozónak, hogy borzalmas állapotba került a Cigánd és Tiszakarád város által fenntartott szennyvíztisztító telep. Azt tudni kell, hogy ez a szennyvíztisztító telep 2009. novemberében teljesen fel lett újítva, tehát ez egy viszonylag még fiatal beruházásnak kell, hogy minősüljön, de aki esetleg arra ment, vagy esetleg aki kapcsolatban van a teleppel, láthatja, hogy milyen állapotban van. Készültek fényképek róla, mind számunkra, mind pedig a szolgáltatóval egyeztetve a jelenlegi állapot elfogadhatatlan. Abban gondolkoztunk, hogy egy pert indítunk a kivitelezővel szemben. Nyilván a per indításának meg kell vizsgálni az előzményeit, illetve hogy mik is történtek. Én személyesen felhívtam a vállalkozót, én kértem, hogy jöjjön el és nézze meg a telepet. Ez azóta sem történt meg, ő megígérte, hogy az emberét kiküldi, ide még senki nem érkezett. Fölvettük a kapcsolatot a Zemplén Vízmű Kft-vel, ők is felmérték a telepet, és nyilván majd a Lakatos úr elmondja, de szerintem ők is ugyanazon az állapoton vannak, hogy ez borzalmas az a jelenlegi stádium. Ez így nagyon-nagyon hamar be fog dőlni, és örüljünk, hogyha ezt a pár hónapot megússzuk, anélkül, hogy bármilyen probléma legyen a szennyvízellátással kapcsolatban, illetve Tiszakarád polgármesterét is megkértem, hogy amikor idefele jön, akkor tekintsen ő is rá erre a telepre, és utána most azért vagyunk itt, hogy döntsünk arról, hogy hogyan tovább. Még egyszer mondom, a vállalkozó arra se vette a fáradtságot, hogy kijöjjön. Jegyzőr is többször kereste telefonon, nem reagálta a megkeresésre. Nem látok más kiútat egyelőre, csak azt, hogy akkor indítsuk el a folyamatokat, de mielőtt nyilván bíróságra menni, meg pert indítanánk, én ennek soha nem vagyok híve, azelőtt azért ezt tárgyaljuk át. Megkérném Lakatos urat, Lakatos István urat, hogy ha az alpolgármester úr elmondta még a kiegészíteni valóját, akkor mondja el a véleményt a teleppel kapcsolatban, illetve ő hogyan látja ezt a dolgot. Alpolgármester úr, először tiére szó. Épp lenne, hogy nyilván nem felújított, hanem újonnan épített a szennyvíztelep, de ez gondolom csak nyelvutlás volt. Annyit szeretnék még mondani, hogy nyilván a garanciája ennek a szennyvíztelepnek, az megvizsgáltuk, hát az 2 év volt, úgyhogy az már bőven lejárt, az 2010 novemberében lejárt a garancia időtartama. Vannak azonban azért olyan jogszabályi lehetőségek, vagy a jogszabályok biztosítanak olyan lehetőségeket, hogy a más intézményeken keresztül tudjunk esetleg reklamálni az esetleges hibákkal kapcsolatban, ez a szavatosságnak az intézménye.
Nyilván itt több dolog is felvetődött, miután majd a Fakatos úr fog nyilatkozni, még azért nyilván lesz kérdés a testület részéről. Én azt is tudom mondani, hogy nyilván az is felmerült, hogy nem-e az üzemeltetéssel kapcsolatos hiányosságokból, vagy nem megfelelő üzemeltetésből adódott a kialakult állapot, a másik pedig az, hogy most lett-e, miért nem hamarabb jeleztük, nyilván ez egy folyamat eredménye, de amikor lejár a garancia, akkor most utána igazából nem nagyon tud az ember vele mit kezdeni. Mi tavalyi év folyamán már kaptunk jelzéseket a Zemplén vízmű részéről, hogy az állapotok azok nagyon katasztrofálisak, és hát itt gyakorlatilag az előzetes jelzések alapján, úgyhogy nincsenek egyenlőre tehát tényleges szakértői vélemények mellétéve. Itt egy nagyon-nagyon komoly beruházásra lenne szükség, ami nagyon furcsa annak tükrében, hogy 2008-ban lett átadva az egész szennyvíztelep, vagy 2008 novemberében talán, azt hiszem 2008 novemberében. Úgyhogy én még az előzményeket ennyivel egészíteném ki. Köszönöm szépen. Lakatos úr, rátennem a szót. Polgármester úr, köszönöm szépen. Tisztelt képviselők testület, köszönöm szépen a meghívást, meg azt, hogy a napirendek között az első lehettem e tekintetben. Én szeretnék visszautalni a testületnek, hogy akkor, amikor az a beruházási döntés született, járásihivatal vezetője biztos jegyzőként még emlékszik arra a dologra, ezeket bizonyos is a jegyző úr is, a Cigándi jegyző úr, akkor, ugye az akkor, nem ez a politikai kurzus volt természetesen a beruházási döntés születésekor, szeretnék visszautalni a Ricsei beruházásra, meg a Cigándi beruházásra. Szakmailag mi azt szerettük volna, ha ez a két rendszer, ami ketté vált, ez egy rendszer lett volna. Én személyesen az akkori ékővízig vezérigazgató helyettesét kértem meg, hogy szakmailag segítse a polgármester urakat meggyőzni arról, hogy rossz döntést hoznak. Előre kódolható volt, hogy nagyon rossz döntést hoznak. A válasz az volt, és még megint visszautalnék, hogy az akkori politikai kurzusban az arcomba vágta az egyik, illetve két polgármester, hogy mint polgármester a demokrácia játékszabályai szerint hozhat olyan döntést, ami az ő érdekeiknek megfelelő. Ezt nyilván én nem tudom überelni, mint üzemeltető, én elfogadtam ezt a döntést, de figyelmeztettem, hogy az ilyen demokráciára való hivatkozásokkal született döntések komoly fájdalmat okoznak. Ugye a lényege az volt, hogy lett egy Ricsei rendszer, ugyanaz a polgármester van most is, meg lett egy Cigándi rendszer, ahol polgármesternek az elődje volt a polgármester. Ezt szerettük volna egybe rakni, és fajlagosan sokkal olcsóbb üzemeltetést akartunk csinálni, ez nem sikerült, ráadásul a sajátosságok miatt lógott a levegőbe Pácin település, így az egyetlen egy szennyvíztelep helyett lett három. Kidobtak az ablakon közel 1 milliárd forintot, sok 100 millió forintot, és egy nagyon drága, nagyon nehezen üzemeltethető két rendszer jött létre. Azóta, amikor átadásra került, és az ármegállapítós volt, vissza kell keresni a jegyzőkönyveket, ugye leginkább itt Cigány városában volt az a kritika, hogy miért ilyen drága a szolgáltatás, akkor, amikor Újhelyben, meg Sárospatakon, meg egyéb településeken sokkal olcsóbb. Ekkor vettem én elő azt a jegyzőkönyvet, amikor figyelmeztettem a polgármester urat, hogy volt egy ilyen észrevétel, hogy ez fájdalmas lesz később. Ez volt az első lépés. Akkor még nem tudtuk, mint üzemeltetők, hogy olyan súlyos műszaki kivitelezői hiányosságok lesznek, mint amilyen keletkezett. Jelenleg a Ricsei rendszer bíróság előtt van. A mai napig nincs átadva műszakilag. Hetedik éve próbaüzem alatt vagyunk. Óriási a botrány. Jelen pillanatban. Nem tudom még, mi lesz a vége, nekem rejtély, hogy Brüsszel felé ez az elszámolásod sikeredett, mert nincs műszaki átadás. Sehol nincs meg. A szennyvíztelepről beszélek. Ehhez képest nem sokkal jobb a helyzet, de legalább volt műszaki átadás átvétel Cigándon. Ebben a rendszerben, akkor, amikor az átadás keletkezett, ugye jelentős műszaki módosítások születtek, részletekben nem kívánok belemenni, jegyző úr erről csomót tudna még beszélni, ami műszaki tartalom csökkenést jelentett.
ami tovább veszélyeztette a biztonságos és olcsó üzemeltetést. Szivattyúkról nem akarok részletekbe belemenni. Akkor, amikor azt kértem, hogy igen, mi átvesszük üzemeltetésre, de kérjük a környezetvédelmi főhatóságot, hogy az ezzel kapcsolatos engedélyeket a beruházó módosítsa és vigye át. Részben ez sikerült is, hozzá kell tenni. De akkor, amikor a műszaki átadás közeledett, mi a hiba listákat mindig folyamatosan föltártuk, és ezeken a bizonyos kooperációkon, ami akkor a depóna volt, jegyző, ugye? Depóna plusz, bocsánatot kérek, mert több vállalkozás van. A depóna plusz felé ezeken a kooperációkon nem mindig én, de a kolléganő, aki az ágazatot vezeti, ezt föltárta. Egészen a műszaki átadás átvételi eljárásig, ahol is végül is a beruházás teljesítése érdekében egy csomó hibalistával ez végrehajtásra került. Magyarul a műszaki átadás átvétel az megtörtént. De olyan hibalista született, amit a mai napig nem tudtunk bevasalni. Én elhoztam egy pár, és a hivatalban is nálunk is föllelhető, hogy az átadás után 2009. novemberébe, 2010. szeptemberébe, tehát még a választások előtt szerettük volna ezeket rendbe tetetni az akkori vállalkozóval. Jegyzőkönyvek születtek, hogy igen, mindent megfogják, végrehajtják a hiányosságokat. Garanciális műszaki és szavatossági problémák is keletkeztek most már azóta. De a végrehajtást tulajdonképpen eladázták, csak telefonos ígérvényeket tettek, és ez miután már körmünkre égett ez a műszaki állapot, ami született. Mert egyszerűen nem a műszaki terveknek megfelelő műszaki tartalmat produkáltak. A mai napig, ha elővesszük a tervet, ami engedélyeztetve, és kimegyünk és megnézzük, hogy mi van, a kettő nincs köszönő viszonyban. Hát egyszerűen a téli üzemmódnál rettegünk, mert egyszerűen az itt élő emberek, akik üzemeltetnek, valami borzalmas körülmények között kell dolgozni. Jelen pillanatban is ez van, és ezt kértem a polgármester urat, hogy ugyan tudom, hogy van ez a egymás, mert a Ricsei meg a Cigándi szennyvíztelep, mindkettő kritikán aluli műszaki tartalmat, valamit csináljunk. Úgynevezett derogációs programba, amit egyébként Brüsszel finanszíroz, szeretnénk betenni. Ugyan vannak aggályaim, nem a derogációval kapcsolatosan, hanem ennek a jogi alapállását, hogy egy ilyen 6-8 éves beruházás derogációba bekerülhet-e. Ez a döntés, ha a testület úgy dönt, én arra kérem a testületet, hogy segítse dönteni, segítse a döntést a tekintetben, hogy a derogáció, amely egyébként további pénzügyi forrás fog teremteni, egy korszerű, minden igény kielégítő technológia kerüljön betelepítésre. Sajnos jelen pillanatban nem tudom pályázni, Pista. Ez most már ki is derült azóta, amit találkoztam. Igen? Ezt most hallom először. Ezt majd utána majd kérném szépen, hogy ennek igazítnak a polgármestertől, akkor nincs más, el kell menni, ide kell citálni a fővállalkozót. Azon kívül az alpolgármester által tett észrevétel az jogos, tehát a garancia az lemer, de a szavatosság az nem tűnt el. Az a technológia, amit ott látható, és szenvedve tudunk valamennyi ideig, óráig fönntartani, ez így nem maradhat. Óriási pénz kell hozzá, nagy mennyiségű pénz. Fölmerülhet a kritika, hogy akkor az üzemeltető mit tett? Ugye ez is jogos, ez első közelítésben, ez nagyon jogos ez, csak azért szeretnék visszautalni, hogy az a pénz, amit egyébként az ármegállapításon ez a település, Cigánd és térsége, Tiszakaráttal együtt, az árba beépített, az csak azt lehet ráfordítani felújításra, fenntartásra és valamilyen munkálatok elvégzésére. Jól közelíthető. Én nem tudom, úgy tudom, hogy ennek van benne valamennyi, egyébként úgy tudom, buszon valamennyi forint maradt tisztán, az semmi, a nulla. Nyilvánvalóan itt az állami pénzeszközökre, vagy brüsszeli pénzeszközökre kell koncentrálni. Ez egyébként sok volt, amit a polgármester úr mondott, mert én még mielőtt ide érkeztem volna, abba bíztam, hogy sikerül a képviselő úr támogatásával ezt az egészet végigvinni, mert innen viszont nem tudom, mi lesz a vége. Borzalmas állapotok vannak, én szeretnék szembesülni a kivitelezővel, és azokat a jegyzőkönyveket, amit aláír a város, a fővállalkozó, az üzemeltető, a műszaki ellenőr, ezeket be kell hajtani, végre kell hajtani.
Más nem mondja, mai napig tartozik a kivitelező, ezekben a bizonyos szennyvíz átemelőkben lévő szivattyúkkal, 4 darabbal, aminek a mértéke például több mint 12 millió forint. Tehát ilyen tételekről van szó, amit most nem akarok belemenni részletekbe, nem akarok testületet e tekintetben terhelni, de sok 10 millió forint kisforrásra került ebből a beruházásból, úgy mint a Ricseiből. És itt én a fővállalkozónak, mert nem a vízjogi létesítési engedélynek megfelelő műszaki tartalmat hozott létre, ezeket be kell vasalni valamilyen úton módon. Köszönöm szépen, várom azokat a bármilyen kellemetlen kérdésre őszívesen válaszolt. Köszönjük szépen, Lakatos, hogy én kiegészíteném még egy-két dologgal, és számszerűsíteném a helyzetet. Aki látta azokat a fotókat, amiket az előbb körbeadtam, és majd megkérem a kamerát, hogy miközben majd a testületi ülés közvetítik egy pár képet erről játszanak, hogy lássa a lakosság is, hogy miről van szó, az láthatja, hogy ez a beruházás, ami 2009-ben épült, csak a telepre 168 millió forint támogatást kapott, illetve a belső berendezésre pedig 68 millió forintot. Ez 2009-ben, ez egy hatalma, vagy 2008-ban, bocsánat, ez egy hatalmas pénz volt. A mai nap úgy állunk, hogy ez várhatólag ilyen 350-400 millió forint körül mozoghat ugyanez a beruházás, ha ezt újra meg akarjuk valósítani, és nyilván egyikünk sem szakértő, kivéve persze a Lakatos urat, de egyértelmű az álláspont, hogy ezt az egészet szinte le kell a földig rombolni és újraépíteni, hogy ez egy használható szennyvíztelep legyen újra. Mielőtt átadnám a testületnek a szót, Karászi polgármester, Tiszakarát polgármester urának adnám a szót, és egy pár szóban mondjál. Hozzá tudtam volna szólni, délelőtt voltam itt, és hazafelé mellett polgármesterről megbeszéljük, bemegyek és megnézem magát ez a szennyvíztelepet. Úgy az igazi, amikor szemtől szembe látja az ember, hogy mégis mi a probléma. Én Lakatosról végighallgatva elismerésem, hogy felismert azokat a hibákat, ami ugye ott hiányosságnak lehet tekinteni, de attól függetlenül ugye én bementem és ugye végigjártam minden zegzugát ennek a szennyvíztelepnek, és olyanokra akadtam, ami például maga a üzemeltető ugye is szerintem hibás egy kicsit. Mondtam is, hogy mi az. Elektronikus hibák. Egyik rosszabb, mint a másik. Se egy számítógép, ami ott van, kettőből egyik nem jön. Szerintem az egyik valószínű, hogy az egész rendszert, ami működik, különböző szivattyútelepeket, átemelő szivattyúkat, a másik pedig nem is volt jó, nem tudtak rámondani semmit. Aztán lementünk maga a gépházba, és ott is végignéztük az egészet, és ott is kézi vezéléssel működik minden. Semmi nincs, ami elektronikusan működne. Tehát kézi vezérlés. Elhiszem azt, hogy kimentették belőle azt a sok 10 milliókat, de attól függetlenül, hogyha kicsit odafigyelnénk rá, akkor ne legyen már ilyen hibák, hogy ha esetleg nincs ott mondjuk a két dolgozó, vagy egy, vagy nem tudom mikor mennyi, akkor esetleg megáll minden, mert nem működik semmi. Ezekre a hibákra azért figyeljünk már rá. Maga a szennyvíztározó körbe, hogy úgymond törtése és annak a betonozása felül, hát az attól függ, mikor fogja megadni magát, mert az elég ramagy állapotban van, úgyhogy néztem én is. Hogy szakmailag is egy kicsit értek hozzá, de az hihetetlen, ahogy az kinéz. Akkor maga azok a fogató része magának, az egésznek, ami fent belül jön be, az egész szennyvíz, az el van szerintem nagyjából rohadva az egész, ott az a tartályok, csövek, minden, tehát enged át minden, nem tudom, hogy... Hát én javaslom azt, amit cigán polgármesterre mondott, hogy járunk ennek a végére, én maximálisan melletted állok, akár ha kell, egész a főjelentésig, nem fogunk ezzel szórakozni, mert ez a misarunk, ugye most már ránk hagyták misarunk, nekünk kell végigvinni, és végig is fogjuk vinni, és lesz, ami lesz, ezt végig kell csinálni, mert elég utóbb el lett bennünket a... Így van. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, polgármester. Átadnám szót a testületnek. Véleményezés, a napi rendi pontot. Ha van kérdés... Köszönöm szépen, polgármester. A polgármester felvetésére azt mondjam, ez így van. Az elektronikus rendszerünk a távirányítást illetően
ez valóban. Egyik, a légtechnika soha nem működött. Ez a savas, lúgos környezetben vannak ezek a finomabb elektronikai, én nem vagyok gyenge áramú mérnök, ezek, én legutóbb, miután ez egy régi típusú, tehát a kornak megfelelő számítógép konfigurációban betelepítve, ilyet már nem lehet venni, de a program, a távirányítás az a korszerűt meg nem tudja fogadni, át kéne programozni az egész rendszerünket, ezért mindig nyomozni kell, hogy hol vannak azok az egyszerű számítógépek, amelyeket ez a távirányítási program tud fogadni, vagy illeszkedik hozzá. Végül is találtam Újhelyben egy iskolát, ez a Jókai Morátás iskola, ahol évente olyan 4-6 darab ilyen gépet hozunk, de kb. Pár hónapig bírják. Utána egyszerűen megadják magukat. Nem tudom, mikor unják meg már az ajándékozást az iskola részére, egyébként nem használják, tehát ők is túl vannak már, gyerekek ezt nem használják, csak nem tudnak vele mit kezdeni, egy raktárba őrzik. Mi tudunk pár hónapra, nyáron inkább jobb szolgálatot, ez tényleg kezelhetetlen az ügy számunkra. Való igaz, hogy a távirányítással óriási gondjaink vannak. Van, amikor csak akkor vesszük észre, amikor már telefont kapunk, szégyenletes módon ránk nézve, hogy már az átemelőből jön ki. És van ilyen. Bocsánatot kérek, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van a testületi tagok részéről napirendi ponttal kapcsolatban. A pénzügyi bizottságnak egyébként is szót akartam adni, hallgassuk meg a véleményét. Róla a pénzügyi bizottság ülésen is, és ott elmondtam én, és újra elmondom, hogy teljes mértékben egyetértek ezzel a szavatossági igény bejelentésével, de sajnos tudjuk, és ezt mindenki tudja, hogy ez olyan időigényes, ha sikeres lesz is, ami nem fogja ez a rendszer kibírni addig. Mert hát tudjuk, hogy miből áll ez, nyilvánvaló szakértő fog véleményt adni, majd a kivitelező is hoz egy szakértőt, akkor bíróságra kell menni, tudjuk, hogy ott milyen mahinációk lehetségesek, és még egy megnyert per esetén is kérdéses, hogy be tudjuk-e, létezik-e még az a cég, be tudjuk-e az igényünket rajta hajtani. Tehát én azt szeretném javasolni, egyetértve ennek az egész ügynek a bonyolításával, hogy tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy valóban egy, vagy másfél, vagy két éven belül nehogy olyan helyzet álljon elő, ettől függetlenül, hogy üzembiztos legyen ez a rendszer, mert ez vagy eredménnyel jár, lehet, hogy hosszú idő múlva jár eredménnyel, de bármikor előfordulhat olyan dolog. Hát ugye ez a pályázat, ez nagyon kellemetlen, a pályázatnak a lehetőségének az elmulasztása, vagy nem élhetünk vele, ez nagyon kellemetlenül jött, mert ugye így lett volna az előterjesztés is erről szólt, jó lett volna, ha tudunk lépni benne, hogy stabilizálni ezt a biztonságossá tenni ezt a rendszert. Lehetőség, és egyetértek azzal, hogy ha a peres útra megy, és ez rengeteg idő, amíg vissza, addig is ennek a telepnek működni kell. Még ha ki is vagyunk zárva a pályázatból, mint ahogy jelenleg, mindig lehet kérni a kormányzati egyedi támogatást. Szóval itt ezt a helyzetet meg kell oldani. Ezt se Tiszakarád önkormányzata, se Cigányváros önkormányzata nem tudja megoldani, hiszen a büdzséje nem alkalmas arra, hogy ezt finanszírozza. Szóval itt ha más nincs, már pedig szerintem ez lesz a legrövidebb út, akkor kormányzati segítséget kell majd kérnünk hozzá. Igen. Köszönöm szépen. Hát ezt képviselőasszony. A lakosság nagy részét ugye erre ösztönöztük, hogy rákössön a rendszerre, és pénzügyi bizottsági ülésre, amit tárgyaltunk ebbe, egyszerűen megoldhatatlan az, hogy most visszatérni a régi rendszerre, hogy itt most autókkal kint. Nincsenek már meg az... Szóval itt csak előre lehet már menni. Tehát ezt a problémát mindenképp meg kell oldani. Igen, és itt most felvetődik még mindig az, amit Lagatos úgy is mondott, hogy egy olyan projektre kérni támogatást, amire már egyszer adtak. Egy pár évvel ezelőtt. Szóval ez nem egy egyszerű dolog. Meg fogják kérdezni, hogy miért. Mi lett ezzel a teleppel azóta. Nyilván ezeket a kérdésekre válaszokat majd megadja a szükséges illetékes, de attól függetlenül nekünk ennek a mi célunk az jelenleg, hogy működtessük valahogy. Lagatos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Képviselőasszonynak, ez így nincs visszaút, nem szabad visszautat csinálni. Egyrészt a mögötte lévő összes törvényi rendelkezés azt sújtja, hogyha valaki visszamegy ebbe a folyamatba. Itt előre kell tekinteni, meg kell oldani. Azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy van rá példa. A párházai beruházás az sem egy egyszerű, az is
Éppen ma beszéltem a pálházai polgármester úrral és a jegyző úrral. Kivitelezés alatt van, szeptemberbe kell átadni, de már a botrányok előtte. Előtte vagyunk. Jól könyörögtem, hogy még egyszer, egy kooperáción nézzük át. Láthatóak, jó kódolhatók, hogy hol vannak a csapdák. Egyszerűen azt látom, hogy föl kell nyitni a beruházónak, vagy azon keresztül a mérnöknek és a műszaki ellenőrnek a figyelmét arra, hogy nem az a lényeg, hogy határidőre csinálunk egy rosszat, már bocsánat a kifejezésért, mint ami itt erre a két telepre ráhúzható, hanem egy jót kell csinálni. Abban megállapodtunk ma telefonon, hogy nem a határidő lesz a szent, hanem a műszaki problémák megoldása afelé kell elmenni, hogy még csak véletlenül se tudjon előfordulni az, ami egyébként a praxisban nálunk elég gyakran előfordul sajnos. Nyilvánvalóan az akkori városvezetés nem akarom bántani, akkor az volt a vezérelf. Csak hát akkor, amikor nem, nyilván nem mint üzemeltetők mi volt, nem mi fújtuk a passzát szelet. De azt láttuk, hogy nem jó, nem lesz jó. Az egész rendszerben, hogy három szennyvíztelep, öt településnek, hát azért ez bocsánat, ez egyszerűen, ez nagyon drága dolog. És nekem itt van azóta szívfájdalmam, ez a Bodrog köznek ez a része, hogy nem tudtam az akkori polgármester urakat meggyőzni arról, hogy az döntésüket valahogy formálják át. Ezt tudtam, nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy mi van emögött, de hát ez ilyenkor ezt félre kéne tenni. Az akkori viszonyoknak megfelelően nyilatkoztam persze. Ja, hogy nem tudom, ha jól tudom, arról is volt szó, hogy nem, tehát pont amire céloztál, hogy egyszerűen kevés a tisztítandó szennyvíz, például a Tiszakarádi ágról annyira hosszan és olyan kevés szennyvíz jön át, hogy ez a pangás is gondot okoz, ha jól tudom, az ami, nem tudom, mert nem vagyok szakértő, csak amit már többször hallottam tőletek, az nem tudom, hogy ez milyen hatással van a magára a telepnek a működésére. Tehát köszönöm szépen, ez így van, valóban. Tudnék, egyrészt az a baj, hogy a fajlagos mennyiség, szennyvíz mennyiség ricsén is itt is nagyon kevés. Ráadásul ez a gazdasági válság, amin remélhetően most már túl vagyunk, ez még tovább nyomta le azt az adatot, hát a biológia beindul már még a csőhálózatba is. Hát ami jön át Tiszakarádon, a Tiszacsermely sarkánál, az a, hát én nem is tudom, hogy mióta ezt átvettük ezt a rendszert, hát én talán azon a szakaszon, a régi földút, ahol volt, hát ott... Meg az sokkal savasabb, mert másod. Hát igen, 6-8. Veszélyesebb, nem veszélyes hazudni, rengeteg hibánk van. Ez ilyen, csak mondom, Tolcsván van, amikor szüret van, amikor a szőlős gazdák szüret után belerültik a rendszerbe, és csak durrognak a csöveinkkel, és csodálkozunk, hogy mennyi kár. Hát ez igaz. Hát végül is nem akarom elhumorizálni, de hát valóban így van. Ezek, amit a polgármester úr szóvá tett, ez a biológiát annyira beindítja, rosszul méreteztek. Ezért csak zárójelbe jegyzem meg, én a képviselő úrnak most kértem, hogy a szennyvíz programot kellő kritikával vigyük tovább. Tudom, hogy környezetvédelmi szempontból szükséges, de itt Lácacséke, Dámóc, ez a négy település, ahol vízdíjat segélyből fizetnek. Nem szívesen díjaznám azt, hogy egy szennyvízrendszert tegyünk a négy településnek. Ez egy ilyen, nem is tudok szakmailag megindokolni, mert oly kevés mennyiségű vizet fogyasztanak az ott élők, hogy erre normális szennyvízrendszert nem lehet tervezni. Abba bízok, hogy ugye Karcsa település, amikor fog történni valami, akkor ott Pácin szennyvíz telepét egy picit fajlagosan fölhozhatná még technológiai fejlesztéssel. Ez sokat segítene rajtunk ezen a rendszeren. Annak ellenére, hogy akkor szét kéne szedni, hogy a Pácini meg a Tiszakarádi rendszer például ne egy csövön jöjjön be, szét lehet előtte szedni természetesen. Tudom, csak amikor már bemegy a technológiára, akkor kéne külön választani, mert ha el tudnánk jutni addig a pácini szennyvíztelepen, hogy nem kell további költségeket itt cigándi telepen ráfordítani, hanem rögtön a Tiszába tudnánk bocsájtani, akkor nekünk ez nagyon nagy... A pácini az még bejön a cigándira. Igen. Tehát itt vannak azért, hogy mondjam, olyan furcsa
műszaki megoldások, de hát ezt meg kell oldani. Vannak rá megoldások, tippek is vannak, végig kell vinni, de ezt a legfontosabb, amit a polgármester mond, honnan lesz, milyen forrás, mi partnerek vagyunk, hozzáteszem. Nagyon szegények vagyunk most, mert rengeteg adót fizetünk, de mindig azt mondjuk, hogy miután olcsón akarunk üzemeltetni, mi mindenben partnerek vagyunk. Köszönöm szépen. Úgy csak az meg nonsens, hogy a lakosokat terheljünk, esetleg beruházási költséget. Azt nem szabad, nem szabad. Úgyhogy gyakorlatilag ez néhány éve... De ezt egyszer meg kivizettem. Ezt így van. A fogyasztó nem tett, a fogyasztó azt nem tudja, hát nem akarok nagyon durva lenni, hogy kihibázott és miért. Az őt nem terheli. Ezt meg kell oldani. Így van. Képviselőasszony. Csak két gondolat jutott még eszembe, hogy ez egy országos társadalmi paradigma, hogy olyan emberek hoznak szakmai döntéseket, akik nem avatottak a dologban, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez pedig egy magyar szokás, hogy egyszerűen a hiteltelenség, tehát hogy nem bízunk a másik embernek a véleményében, akkor sem, hogyha ő szakértő. Nem bízunk benne. Nem tudom, hogy ez, tehát hogy a fejekben ez a változás mikor fog bekövetkezni, talán ez egy generációnak ki kell halnia. A döntés adathozatalról egyébként ez ránk is visszahol bármikor, úgyhogy képviselőre és polgármesterre és egyszer és mindenkire, mert nem vagyunk minden szakértőre egyetértek. A polgármester úr, parancsolj. Kérdezni, hogy itt ugye azért már leng felettünk a Démoklész kardja, de mégis mi várható? Várható-e olyan, hogy mondjuk leáll a rendszer, mert még visszatérve, amit mondott polgármester úr, tiszakarádi polgármester úr, hogy ha jól tudom, az automatizálása a rendszernek nem csak a számítógépek miatt nem működik, hanem egyébként is gondok vannak az elektronikai irányítással, és ezért van az, hogy kézi vezérléssel kell, hogy az nem csupán egy számítógép hibája, hogy esetleg nem minden működik az automatizált rendszerben, hogy mire lehet számítani, mert ugye ilyenkor, hogyha mi megkondítjuk a vészharangot, és most azért kellett, mert jelenleg azt látjuk, mert annyival egészíteném ki polgármester úrnak ahhoz, hogy az a pályázat, ami most ki van írva, a Keopos derogációs, abba, ha minden igaz, nem férhetünk bele, ugyanis ott van benne most is, hogy csak 5% lehet a felújítás, és tehát ami most nyitva van, de gondolom ezt ti is tudjátok, viszont a későbbiekre vonatkozóan, mivel mi szereplünk, nevesítve vagyunk a kormány határozatban, azt hiszem, hogy kormány határozat sorolja fel a hogy kik részesei a derogációs pályázatnak, akkor azért még csak benne leszünk a pályázatba, viszont mi, mivel azt látjuk most, hogy rövid időn belül akár tönkre mehet a rendszer, mert ugye mindig ezt az információt kapjuk, ezért nem mehetünk el amellett, hogy ne tegyük meg azokat a jogi lépéseket esetleg, amiket meg kell tennünk. Én azt kérdezem, hogy tud erre az Emplén vízmű válaszolni, hogy mégis mi várható, vagy most annyira vészes a helyzet, vagy most, hogyha most egy-két éven belül nem történik valami, akkor... Bocsánat, ez azért is fontos, amit mondott az alpolgármester, mert ha mi nem tesszük meg a jogi lépéseket, akkor az utánunk következő testület jogosan fogja megkérdezni, miért nem léptünk időben. Szóval itt nem, nincs másról szó, csak arról, hogy itt van felelősségünk valamiért, amiért most kell tenni. Szóval 5 év múlva már késő lesz. Apogámester úr, tehát mint üzemeltetők, azért egy-két évig nem tudom megmondani. Hát van egyfajta költségbeesés pont a derogációval kapcsolatosan, akkor csak zárójelben kérdezem, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a derogációs programban a cigányváros benne van. Igen. Igen. Ezt hogy lehetne kibontakoztatni, hogy akkor mi itt az itt élők ezt kellőképpen jól érezzék majd később? Tehát még be lehet vinni, akkor ezt mondjuk technológiai módosítással például? Nem tudom. Erre nagyon nehéz válaszolni. Mert ha föl van sorolva, akkor... Nem, tehát a jelenlegi pályázati kiírás új szennyvíz kiépítését támogatja. Vagy a régiek korszerűsítését. De csak 5%-ban. Csak 5%-ban van benne. Én... Hát Sárospataknál, bocsánatot kérek a polgármester, de nem a diskurzus, de Sárospataknál ott nagyon jól előre haladt állapotban van a derogáció, ott egy vadonatúj technológiát fog kapni az a térség. Nem 5%, a teljes egészében. De új helynek ugyanez a folyamata. Új van, és akkor a cigándi ez hogy áll? És én ezt ugyanerre gondoltam, én a cigándival a Weingartner úrral én beszéltem annak idején, meg beszéltem a képviselő úrnak az unokaöcsével, és egyszer nem mondták, hogy veszélyben van az elképzelés. De tehát a polgármester úr, ha te tárgyaltál, én nem tudom, pénteken hogy... Pénteken
mondták ezt. Most találkozunk pénteken, miután... Lajossal? Igen, így van, így van. Hát ezt utána nekem nem szóltam mai napig sem. Na mindegy, ezt majd megnézem. Ezt alaposabban körbe kéne járni. Tenni kéne egy javaslatot szerintem, hogy hogyan tovább, mert ez a legfontosabb kérdés, hogy mit csináljunk most. A pénzügyi bizottság ülésén született egy olyan ötlet, hogy mindenképpen egy külső, nem a tietek, nem a miénk, valami külső szakértőt hozni, egy független szakértőt, aki kimegy, felméri a jelenlegi helyzetet, és annak a szakértőn véleményre hivatkozva megtesszük a szükséges lépéseket, amelyek addig majd kiderülnek, hogy van-e itt keresni valunk, bár én valószínűleg tartom, hogy a pályázatban sajnos nincs, de attól függetlenül nekünk ezt a problémát meg kell oldani. Szóval az első lépcső a szakértő véleményt, egy szakértőt be kell vonni. Itt Tiszakaráddal közösen kell majd viselnünk ennek a költségét, polgármester úr, hogyha beleegyezel, és nyilván ott is a testületi ülésen el kell mondani, és arra tisztelte megkérnélek, hogy ott egy testületi határozat, egy döntés, hagy szülessen már erről, hogy állunk most, és a szakértő véleményt ezt közösen fogjuk állni. Ezt viszont, hogyha Peres útra megy a dolog, akkor nyilván vissza fogjuk mi szedni ezt a pénzt onnan, amit most kifizetünk, de első körben ezt erre nekünk muszáj áldozni, ennélkül nem fogunk tudni haladni. Ugye várhatom a segítséget Tiszakarád részéről, polgármester úr. Oké, köszönjük szépen. Jegyzőr. Ugye ez úgy kerül Tiszakarád képbe elsősorban, hogy tulajdonos a szennyvíz telepnek ugyanúgy, mint Cigánd. Mert maga a telep van közös tulajdonban. Mert a vezetékrendszer az Cigándé, Tiszakarádé és Pácsiné is, Pácsina a telep is, ugye az önkormányzati tulajdon. De Cigándi szennyvíz telep, az Cigán meg Tiszakarád. Ezt tudja, polgármester, megbeszéltük ezt, hogyha egyeztettünk ezzel kapcsolatban. Szóval ez lenne a javaslat. Van-e más javaslat, vagy ezt kiegészíteni valamivel? Elnézést, hogy ennyiszer szót kérek, tehát az tetszik egy szakértői vélemény. Ebben természetesen mi is szét részt akarunk vállalni, hogy a szakmai, az üzemeltetői akarat valahol megjelenjen. Ha két nagy tulajdonos, ugye azért érdekes a dolog, mert az Empléni Vízmű Kft. Azon túl, hogy a vagyon az a településeké, de a vagyonkezelő jog most nálunk is van, át van adva, ezért nekünk kutya kötelességünk egyfajta olyan szemléletet és tevékenységet megvalósítani, ami biztonságosabbá teszi az üzemeltetést. Abban mi is partnerek vagyunk, mi azt meg tudjuk mondani, hogy melyek azok az elsődleges munkák, amelyik minimalizálják, hogy bedőljön a telep magyarul, kivédjük azokat a hibákat, ami később az üzemeltetés gátolná, de a szakértői véleménynek a készítésében messze partner vagyok egyébként, csak kérdés, hogy honnan hozzuk a szakértőt. Mert lévén én magam is szakértőként kérdés, hogy ki a megbízó mindig, ugye a szakértő az úgy olyan szemüvegen nézi. Ezért kérdünk független. Igen, na most ezt kell kérdünk, mert ha mondjuk vannak nagyon profi szakértők például a Nyíregyházán, ami nincs messze, csak a bajom az, hogy az itteni fővállalkozó nagyon kötődik például Nyíregyházához. Nyilván ennek alaposan utána járunk. Így van, ebben segítek. Nyilván olyat kell hozni, aki tényleg lehető legfüggetlenebb ebbe a kérdésbe, és ennek a költség viselésébe is akkor beszáll. Én nem gondolom, hogy merni egy szakértő egyébként bevállalni azt, hogy legalábbis nem a realitást írja le, mert itt ilyenkor az állását, meg a jövőjét. Jó, csak egy dolgot kell azért kockáztatja. Most tök mindegy, hogy mit mondunk arról, hogy tehát a beruházás hogyan történt, miként történt. Mindig úgy történik, hogy nyilván nem a polgármester vagy a képviselőtestület veszi át a beruházást, hanem egy műszaki ellenőr jóváhagyásával. Nyilván változtatások, azt saját példáinkból is látjuk, hogy az a beruházónak a jóváhagyása is kell ahhoz, hogy bármilyen műszaki módosítás történjen, amellett, hogy indokolni is kell, de végső soron a műszaki ellenőr veszi át a dolgokat, tehát az ő felelőssége azért ez megkérdőjelezhetetlen, és a műszaki ellenőröknek is, tehát hiába mondjuk, hogy független, de azért én is azt mondom, hogy minél inkább arra kell törekedni, hogy minél messzebbről jön, és nem tudom, az tényleg ne lehessen befolyásolható senki által esetleg. Egyetértek. Képviselőasszony, parancsolj! Nem tudom, hogy nem lehetne azt megoldani, hogy maga az üzemeltető készítene egy írásos anyagot, amivel... Egy oldalon lesz.
de arra elég, hogy elmegyünk a bíróságra, aztán majd a bíróság kirendeli a szakértőt, mert ő úgyis ki fogja rendelni a szakértőt. Mi nem azt, hogy értem a képviselő, bocsánat, tehát értem, én ezt akartam mondani, hogy mi csak arra vállalkozunk, nem akarjuk befolyásolni senkit, aki ebbe közreműködni, mi csak azt szeretnénk leírni, megítélésünk szerint a szennyvíztelep technológiája, melyek azok a részek, amelyek halaszthatatlanul költséget igényelnek, felújításra, vásárlásra vagy egyéb dolgokra gondoltam ilyenkor, szépen rangsorban, hogy az üzembiztonság többé-kevésbé maradjon meg. Én erre céloztam. Tehát szakértő véleményalkotásra úgy csak és kizárólag a tulajdonosokkal együtt vagyunk hajlandó, és olyan velük csak összhangban mehet, amit az alpolgármester, polgármester mondott, másképp nincs értelme. Mert egyébként a bajom az, az eddigi élettapasztalatomból, hogy rögtön a másik oldalon lévők rögtön elutasítják a szakértői véleményt, kérnek a bíróságtól nyilván egy új szakértőt, a bíróság kijelöl. Ez idő meg megy közben. Közben meg megy ez. Akár vannak. Oké. Úgyis megtámadja, mert időt akar nyerni. Így van. Ezt Elnök úr is jól mondta, így van. Jó, csak nyilván erre mi is gondoltunk, hogy egyből elindítani, csak ha mondjuk mégis egy szakértő azt nyilatkozza, hogy arra nincs esélyünk, hogyha egy perc, nyilván minden szakértő máshogy látja, akkor legalább van egy előzetes, lehet, hogy az dupla költség lesz, vagy nem tudom, de egy előzetes vélemény a kezünkben, ami megerősít, vagy rácáfol arra, amit gondolunk. Szerintem egy üzemeltetőnek az előzetes véleménye az szerintem bőven elég arra, hogy az gyakorlatilag megvan. Kitelezőt megkeressük. Az van megvan. Egyébként pedig a bíróság úgyis ki fog rendelni egy bírósági szakértőt. Tehát szerintem egy független szakértőt most felkérni egy halom pénzét, az kidobott pénzben is azt fogja mondani a kitelező, hogy ezt nem fogadja el a bíróságon. És ezt se fogja elfogadni. Hát, hogy esetben a bíróság rendelt egy független szakértőt, akkor azt hiszem, már a bíróság fogja eldönteni, hogy akkor ez a szakértő jól végezte a munkáját. Ha a polgármester megengedi még egy mondatot, hogy ez ugye a műszaki átadás átvételi eljárás után az üzembehelyezés előtt születtek jegyzőkönyvek. A mai napig vannak olyan jegyzőkönyvek, amelyek nem kerültek végrehajtásra. Azt nem tagadhatja a fővállalkozó. Azokat be kell vasalni. Azt nem lehet, tehát egyszerűen nem teljesítette senki. A műszaki ellenőr, ugye nem tudom, hogy megszólítható, mert úgy tudom, hogy beteg volt, Sanyi elég beteg volt, nem tudom. Nyilvánvalóan elévülhetetlen érdemei vannak idézőjelben, természetesen ennek az állapotnak a kialakulásában, én ezt nem tagadom, de nem az a rendszer volt, mint ami most, hogy még voltak közreműködő szervezetek, akik egyébként ellenőrizték a beruházást, mert eléggé csak a műszaki ellenőr döntésére, tehát a mérnöki folyamatok, műszaki ellenőrzés, és a közreműködő szervezet háromszög, ez nem zárt itt. Akkor is volt. Ki volt az? DRC-s, ez ugye régiós. Hát akkor is, hogy a megyei hivatalban működtek, a megyei önkormányzatnál ez a regionális fejlesztési tanácsnak a hivatala. Hát akkor is ugyanúgy működött minden, mint most. Már ez milyen pénzből valósul? Brüsszeli volt? Hogy hol lett volna még Brüsszel. Igen, az üzé volt a víz, ez a pályá, igen. Ez a vásárhelyi terv. Ez saját forrás, ez regionális pénz, TRFC-s pénz volt. De meg azt hittem, a brüsszelire gondoltam, az nagyon kemény egyébként. És ez is, mert már szóltam, akkor azt mindenképpen el kell mondani, hogy egy felvetődött az, hogy ugye, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy ugye a megfelelőség, ha csere volt, vagy ugye más megoldást választottak, nem biztos, hogy az a megfelelőség biztosított volt-e. Ugyanúgy működött akkor is, mint most, hogy ezt be kell küldeni, el kellett fogadni. Hát ott is elfogadták, a műszaki ellenőr is elfogadta. Nyilvánvaló, hogy ugye mindenki biztos volt abban, hogy megfelelő megoldás készült. Az, hogy nem úgy készült, nekem az a meggyőződésem, hogy ezeknél az anyagoknál, mert ezt én akkor láttam 2011-ben, mikor voltunk kint. És ugye én is hát azért csak annyi gyakorlata van, tapasztalata van az embernek, hogy ennyi idő alatt nem lehet tönkremenni dolgoknak. Itt nyilvánvaló, hogy csak valami anyag probléma, eszköz probléma lehetett, berendezés probléma, ami ezt okozta. Minőség. Nyilván. És az, amit
Gizike is elmond, ugye az is egy járható út, minden további nélkül. Ez, és az így gyorsításához vezet, hogy természetesen kezdeményezni kell. És akkor megy minden a maga módján. Attól függetlenül ez, amit te mondtál, hogy ha esetleg ti megvizsgáljátok azt, hogy mik azok azonnal teendő lépések, amit meg kell tenni, hát ugye azt meg kell tenni. Meddig tart körülbelül ezt megcsinálni, Pista? Be is tudjuk árazni valamennyire, tehát az információk alapján 2-3 hétre gondolok én most. Ja. És akkor ugye úgy, amit már elnézést, amit mondtál, ugye azt is figyelembe kell venni, ugye van nekünk szerződésünk, ugye üzemeltetésre volt korábban is, megvannak azok a paraméterek, hogy mit kell az üzemeltetőnek biztosítani, mennyi, amit említettél is, hogy körülbelül 28 forint vagy mennyi esik köbméterenként, ezt vissza lehet számolni, amihez az üzemeltető kötelezettsége, és akkor a többiről lehet beszélgetni, hogy na akkor most meg kell csinálni, mert üzemeltetni kell. Tehát ezt precízen ki kell dolgozni. Én azért változott, azt mondom, hogy a szavatossági igény megalapozásához kell, mert elindítani egy pert szavatosság, mert arról beszélünk, ugye az más, amit most Pista mond, az üzemeltető, az nem alapozza meg azt, egy bírósági perben, mert azt mondja, hogy ezt kell kijavítani, de hogy amit a jegyző úr is említ, vagy én is azt mondom, hogy egy rozsdamentes acél, azért rozsdamentes acél, hogy az 3 év alatt, vagy 5 év alatt nem korrodálhat el így, mint ahogy itt látjuk, vagy ezek a csövek. Tehát én változatlan azt mondom, hogy mielőtt a pert megindítanánk, meg kell győződjünk róla, hogy van-e esélyünk, mert akkor felesleges, mert az lesz végig, ugye, hogy bíróság, a bíróság kirendelés, ha elbukjuk, akkor azt állni kell. Ha ez megfordítod, akkor is állni kell. Úgyhogy ez, aki, ez annyiban van igazság ebben, hogy el kell indítani, mert azt te nem vagy köteles, nem neked kell bizonyítani, hogy ez miért került olyan állapotba. Neked azt kell bizonyítani, hogy ilyen állapotban van. Majd a bíróság rendezi. Úgy is annak kell fizetni, aki elveszti a pert. Szerintem haladjunk közben, mert már túlbeszéljük a témát. Van két javaslat, az egyik a független szakértő vélemény, a másik javaslat pedig az, hogy először az MTN Vízmű Kft. Részéről érkezzen egy szakvélemény. Először fölteném a független szakvéleményt szavazásra, aki egyetért azzal az eredeti beterjesztés szerint, akkor kérem kész felméléssel szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Tartózkodott ellene, 2 ellene, 4 igennel, akkor egy független szakértőt fogunk felkérni arra, hogy végezzel ezt a folyamatot, és megköszönöm Lakatos úrnak, hogy itt volt köztünk, megköszönöm a Tiszakalát polgármesterének, hogy eljött meg tisztelt bennünket, és további szép napot kívánok! Köszönöm szépen, további! Jó. Mert nem tudom. Köszönöm szépen, tovább. Köszönöm. Jó, haladjunk akkor tovább, 45 perc már eltelt, és még csak egy napi rendőpontot tartottunk, de ez nagyon-nagyon fontos volt, sőt, talán a legfontosabb a mai napon. Második és harmadik napi rendőpontokat egybe tárgyaljuk. Második napi rendőpont az önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat 2014 évi költségvetésének zárszámadása. Mielőtt a pénzügyi bizottság átadnám a szót, Katit megkérem, hogy egy pár szóban mondjál, hogy miről van szó. Köszöntöm én is a testületet. Annyival szeretném kiegészíteni a zárszámadási anyagot, hogy 2014-től új számadányok felépett hatályba. 2013-ig az államháztartási számvitel pénzforgalmi elvre épült, ami már nemzetgazdasági szinten felmerült az igény egy új rendszer kialakítására.
A számvitelnek két fő típusa van, a pénzforgalmi és az eredmény vagy üzemgazdasági szemléletű. A pénzforgalmi szemléletű számvitel lényege az, hogy a gazdasági eseményeket a pénzforgalomban gyakorolt hatása alapján rögzíti. Tehát a ténylegesen befolyt összegek minősülnek bevételnek, illetve a ténylegesen fizetett tételek minősülnek kiadásnak. Ezek a tételek csak a pénzmozgást rögzítették. Ettől eltérően az eredmény szemléleti számvitel a gazdasági eseményeket az eredményre gyakorolt hatásuk szerint veszi figyelembe, amikor felmerülnek, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Az új államháztartási számvitel ötvözi ezt a két módszert, a pénzforgalmi adatok mellett az ellátott feladatok eredményének kimutatására is szolgál. Elgondolkodható azonban, hogy miből várhat nyereséget egy főleg állami finanszírozásból élő gazdálkodási tevékenységet nem, illetve csak minimálisan folytató költségvetési szerv. Az állattartás, a növénytermesztés a közfoglalkoztatás keretében történik, a savanyító üzem a mezőgazdaság termékeit használja fel, és a közfoglalkoztatás bevételeit vissza kell forgatni. Tehát ez megint nem eredmény. Az új számvitel bevezetése és alkalmazása új könyvelési program bevezetését tette szükségessé az évtizedeken át használt bevált program helyett. Az átállás nem volt zökkenőmentes, és még a mai napig sem az, hiszen nem csak nekünk, hanem a programozóknak is kihívást jelentett az új rendszer. Összefoglalva, tehát ez az első olyan év, amikor az új számviteli rendszerén készült a leszámoló. A zárszámolási rendelet mellékleteként megkapták a képviselők az Excel táblákat, ez a régi rendszer szerint készült. Amit interneten, e-mailen kaptak, az készült az új eredményszemléletben már összekiderült. Ez az új, amit megkaptak a e-mailen a képviselők, a kincstári beszámoló rendszer szerint készült. Ez sajnos veszteséget mutat, aminek több oka is van. A legjelentősebb okok azok, hogy a vagyontán elszámolt értékcsökkenésnek ugye nincs fedezete. Ez eddig is elszámolásra került ugyan, de nem az eredmény terhére számoltuk el, most pedig úgy kellett elszámolnunk. A másik fő oka a veszteségnek az áfa, ugyanis az önkormányzatok és intézményei csak a bevétel szerző tevékenység után vonhatják le az áfát, tehát az áfának a nagy része szintén eredmény terhére kerül elszámolásra. Szintén veszteséget jelent még az áfánál maradva az, hogy az új számítás szerint a bekerülési értéknek nem része az áfa. Tehát a beruházásoknál az áfa szintén veszteségterhére kerül elszámolásra. Ezek a fő okai a rendszerben látható veszteségnek. Aztán az időbeli ábrázolást idén először kellett alkalmazni. Ennek a támogatott projekteknél van jelentősége, hiszen ezzel az ábrázolással megteremtjük a későbbi években a értékcsökkenésnek a fedezetét. Ezeket szerettem volna kiegészítésként elmondani. Köszönjük szépen! A pénzügyi bizottságnak átadnám a szót, kérem szépen a véleményét. A pénzügyi bizottság tárgyalta is a zárszámadáshoz hozzáigazításra kerül, nyilvánvaló az élet hozta a harmadik, illetve a negyedik negyedévi módosítást. Ez egy picit olyan faramuszi helyzet, hogy most azt mondjuk, hogy 5, és ahhoz, hogy 5 legyen, akkor ezelőtt 3/4 évvel a módosításba kellett esetleg a 3-at 4-re, vagy a 4-et 3-ra. Úgyhogy a pénzügyi bizottság átnézte, beszélte is a módosítást is, tehát a rendelet módosítását is, és a zárszámadást is elfogadásra javasolja, hiszen a tényeknek megfelelő állapotokat tükrözi. Ha a mai dátummal is, hiszen mindenki tudja, hogy elvileg ugye ez 2014. december 31. és most van 2015. április 27. Tehát javasoljuk az előterjesztés elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a testület részéről hozzászólás, kiegészítés, javaslata két napi rendi pontra vonatkozóan. Amennyiben nincs, javaslom, szavazzunk. Először második napi rendi pontot teszem fel szavazásra. Tehát aki egyetért az önkormányzat 2014 évi költségvetési rendeletének módosításával, kérem kész felemelésre szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. Harmadik napi rendi pontot tenném fel. Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének zárszámadásának az elfogadásáról, aki egyetért ezzel, kérem kész felemelésre szavazzon. Köszönöm szépen. Ezt is egyhangulóan elfogadta a testületünk. Negyedik naprendi pontunk következik a sorban, a KGR rendszerbe benyújtott beszámoló elfogadása. Itt tulajdonképpen már elhangzott, aki figyelt, hogy miről is van itt szó.
De rendkedvéért pénzügybizottságnak kérem szépen véleményét. A pénzügybizottság javasolja a határozat elfogadását. Katika elmagyarázta, hogy miről van szó. Egyértelmű a dolog. Köszönöm szépen. Testület részéről van a hozzászólás, kiegészítés, bármi nemű javaslat. Amennyiben nincs javaslom, szavazzunk. Tehát aki egyetért, kérem kész felemelése szavazzon. Köszönöm szépen. Testületünk ezt a napirendi pontot is egyhangulag elfogadta. Ötödik napirendi pontunk következik a sorba. A 2014 évi belső ellenőrzésről jelentés. A polgármester az éves ellenőrzési jelentést, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, az árszámadással egyidejileg a képviselőtestületét eléterjeszti, a belső kontrollrendszerről és a belső ellenőrzésről szóló ide vonatkozó rendelet alapján. Mindenki megkapta az írásos anyagot. Ebben az belső ellenőrzésben tudjuk, aki már itt van, egy jó ideje tudja, hogy miről van szó. Az adott év belső tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák. Külső belső ellenőrünk van, Takás Gyula egyéni vállalkozó, ő készítette a jelentést, mindenki megkapta, átolvasta, pénzügybizottságot megkérném. Tegye meg a javaslatát. És arra a megállapítása jutott, hogy a belső ellenőrzés hatékonyan működött, a megállapításait konkretizálta, és az előírt változások vagy nyomon követhetőek és végrehajtásra kerültek, a belső ellenőrzés elmúlt évi tevékenységét pozitívnak értékeli, és javasolja a testületnek az elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kérdezném a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás belső ellenőrzéssel kapcsolatosan. Képviselőasszony. Annyit szeretnék kérni a Katikát, hogy annyit mondjon már el a lakosságnak, hogy milyen terület zajlott, és hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen dolog. Tehát a pénzügyi bizottságon mondtál, hogy tudják tájékoztatni. Tehát a belső ellenőr eljön, akkor különböző anyagokat kér, betekint természetesen a könyvelésbe, kér anyagokat, amire szüksége van, az a rendelkezésre állunk, és azt tudom mondani, hogy segítő szándéka működik közre, tehát segíti a munkánkat mindenképpen. Tehát ellenőrzés nyilván, de segítés. Teljes, az egész rendszerét áttekinti a számviteli rendszerünknek. Nem csak a számvitelnek, a teljes működésnek. A szabályzatoktól kezdve a könyvelésig mindent áttekint, tehát a teljes területet áttekinti. Folyamatosan jön, ha nem tud jönni, akkor elektronikusan kéri az anyagokat, hogy folyamatosan nyomon követi. Köszönjük szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs és mindenki egyetért, kérem, kész felemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás volt ez is. Következő hatodik napirendi pontot tárgyaljuk, és azt követőleg a következő négy napirendi pont tulajdonképpen ingatlanok adásvételéről fog szólni, úgyhogy a felvezetést azt majd még egyszer nem fogom elmondani külön-külön napirendi pontokért, pontonként. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy vannak a város központjában, illetve a központ közvetlen közelében olyan területek, amelyeket vétek lenne odaadni bárkinek, nem az önkormányzat tulajdonában van. Vannak olyanok, amelyek a falumozón fejlesztéséhez kapcsolódnak, de mondjuk például a hatos napirendi pont, amelyikkel kezdjük, az a határutcában levő négy beépítetlen területről van szó. Ezeknek a területeknek a hasznosításáról eddig is az önkormányzat gondoskodott, és esetleg, hogyha a határutcát később szélesebbre akarjuk megcsinálni, akkor nem baj, hogyha már most a mi tulajdonunkban van. Egyeztettünk az eladókkal, a tulajdonosokkal, összességében egy összefüggő területet képeznek így, és nekünk az azért egy hasznos dolog lenne, annál is inkább, hogy legalább még egy olyan terület lesz, ami tiszta és művelt és rendezett. Értékbecslés elkészült a említett telkekkel kapcsolatban, de hogy pontosítsuk, a 972/1, 972/4, 974/1 és a 975 helyrajzi számú ingatlanokról van szó.
pénzügyi bizottság tárgyalta a kérdést. Kérem szépen a véleményét. Köszönöm szépen a szót. Egy korábbi koncepciója még az előző ciklusoknak a testületei határoztak úgy, hogy ezt a belső területet, a belső területen fekvő ingatlanokat lehetőség szerint önkormányzati tulajdonba vesszük, amennyibe kedvező áron, illetve a pénzügyi lehetőségeink ezt megteszik. Ezek a területek, mint ahogy polgármester úr említette, ilyenek. A Határ utcának a jobb oldalán van 4 kisebb terület, illetve a bal oldalán van egy. A baloldali rész az azért érdekes, mert innentől kezdve a Fő utcától egész a Dózsa-György utcáig már zömmel az önkormányzati, kivéve ezt a kisebb területet. Ez a 8-as napirendi pont alatt tárgyalt 997 000 forint. Ennek a telkeknek az összértéke nem ér el az 500 000 forintot, és ebből következően úgy gondoljuk, hogy célszerű ezt megvenni, azért, hogyha a Határ utca rendezésre kerül, illetve szélesítésre, vagy pedig itt önkormányzat beruházásra majd a Határ utcának innen tekintve a bal oldalán, ahol most az a Meggyes gyümölcsös, illetve ott volt le a Dózsa-György utcáig, tehát ezeknek a megvételét a pénzügyi bizottság javasolja. Nem tudom, hogy akkor a 7-es, 9-esről is beszéljünk-e, vagy csak most egyelőre erről? Egyelőre maradjunk el. Jó, szerintem. Akkor ez a 6-os, 8-as. Köszönöm szépen a pénzügyi bizottság véleményét. Nyilván felmerült a kérdés, hogy van-e ezeknek az ingatlanok megvételére forrásunk? Van-e pénzünk? Egyeztettünk Katival, és bólogatott, hogy igen, rendelkezik erre forrás, úgyhogy nem kellett kétségbe esni. De még egyszer mondom, ezeknek a területeknek a megvásárlásának a célja az, hogy szebbek legyünk, tisztábbak, rendezettebbek, illetve ne vegyen meg olyan, akit esetleg a szomszédok nem tudnak elfogadni. Szóval ne csak öltözön be olyan család, akivel nem lehet együtt élni. Ezt továbbra is fenntartjuk, úgyhogy, és ennek így kell lennie, mert nagyon-nagyon megkeserítheti egy-egy család a szomszédoknak, esetleg egy egész utcának az életét. Visszatérve a napirendi ponthoz, van-e kérdés, vélemény, hozzászólás, javaslat? Hogyha mindenki egyetért, akkor javaslom, szavazzunk. Tehát aki egyetért az említett 4 ingatlan megvásárlásával, kérem kézfemmelésre szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulat. Ezt a naprendi pontot is elfogadtuk. Hetedik napirendi pontunk következik. Az 1147-es helyrezi szám alatt ingatlan megvásárlása. Itt, hogy mindenki tisztában legyen, főleg a kedves tévénézők, az Iskola út 7 szám alatti lakásról van szó. Ezt kívánja az önkormányzat megvásárolni. Ez egy jó állapotban levő épület, és a turista szállásként esetleg biztosíthatna nekünk lehetőséget arra, hogy nem csak a tájházban, hanem még egy épületben kialakítsunk a cigán érkező vendégek számára tisztességes, szép és rendezett szállást, és ez közvetlenül a skanzenhez kapcsolódik, tehát itt a skanzen fejlesztéshez teljesen jó jönne, hogyha ez a miénk lenne. Itt a helyi árakkal mindenki tisztában van, itt érkezett egy értékbeslés, ami 3.295.000 forintról van szó. A tulajdonosokkal egyeztettünk, ők 3.900.000 forint alatt nem akarják eladni az ingatlant. Én úgy gondolom, hogy ez a vételár elfogadható, ez a 3.900.000 forint, de mielőtt javasolnék valamit, a pénzügyi bizottságot megkérdezném, hogy mi a véleménye erről. Azt szeretném elmondani, hogy bizonyára visszaemlékeznek a testületi tagok is, és a tévénézők is, hogy nem 2 testületüléssel ezelőtt vásároltunk már a Olá József Titi féle területből. Tehát ezek a vásárlások egyrészt a falumúzeum bővítését, és ezelőtt jó pár évvel, amikor úgy említem most a számát, nem tudom, a Császár Béláné féle telket is megvettük. Tehát és vettünk ugye a Hercik féle telket is, tehát a falumúzeum megfelelő terének a kibővítése és biztosítása. Ezt szolgálja ennek az épületnek, illetve ingatlannak a megvétele, ez ugye közvetlen kapcsolatban van a jelenlegi területtel, és így az Iskola utcának a múzeum fele lévő részén, és hát esetleges hasznosítása ilyen szempontból is szóba jöhet, de
kapcsolata a Falu Múzeumhoz is, mert telek határ. Tehát így akkor egy ilyen nagy vonalak, egy vonalak jön létre, aminek a Császár Béla féle telek az egyik hú szára, ez a másik szára, és ott lent pedig egész a mostani piacig a Falu Múzeum. Pénzügyi Bizottság javasolja a megvételt. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt testületi tagokat. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás napirendi ponthoz kapcsolatban? Képviselőasszony, parancsolja. Az elmúlt héten volt egy ilyen 2020 cigány fejlesztésével kapcsolatban egy elég komoly összejövetel, és kritikaként hangzott el a turisztikai szálláshelyeknek a hiány. Úgyhogy ha ilyen szempontból lehetne hasznosítani, akkor ez nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Alpolgármester. Megerősíteni tudom én is, bár annak örülnénk, hogyha azért cigányon elég sok a szabad ingatlan, vagy üres ingatlan, és sok, és ez valószínű, hogy település függő is, de azért ezt nem mondhatjuk, hogy cigányra nem érkeznek látogatók, vagy turisták, viszonylag sok a rendezvényünk, jó a természeti adottság. Én egy picit talán a lakosság, vagy a vállalkozó szellemű lakosság részéről hiányolom azt, hogy magánszállás helyek hiányában is vagyunk nagyon. Nagyon sok helyen van ilyen jellegű haszonvételezése a házaknak, és hát mi látjuk azt, nyilván ez ilyen fellángolásszerű, de van olyan, amikor szinte naponta jönnek be hozzánk, ingatlant szeretnének bérelni, vagy éppen csak néhány napra megszállni. Ilyenkor hát egy-két helyen találkozunk olyannal, ami olyan ingatlan irányítani, aki ezt meg tudja oldani, illetve hát nekünk van a tájházunk, az viszont inkább egy csoportos szálláshely, nem kifejezetten olyan célra hasznosítható, hogyha most családok, bár egy család is meg tud szállni, csak igazából picit inkább tömegszállás, de én azt gondolom, hogy ez mindenképp üzleti szempontból is jó lehet, hiszen nyugodtan elmondhatjuk, hogy azért a KFT üzemelteti a tájházat szálláshelyként, és tavaly nagyon komoly bevételekre tudtunk szert tenni a tájháznak a hasznosításából, úgyhogy ebből a szempontból is mindenképpen jó, de én azért biztatnék mindenkit, hogyha lesz olyan pályázati lehetőség, akár azokat is vegye figyelembe, vagy vegye igénybe. Építsenek szállalat? Hát, az se ártana, igen. Vagy tőlünk sokkal, például Hernád Vécsén, vagy nem tudom, múltkor voltam teljesen ledöbb, Hernád Vécse? Igen. Hernád Vécsén, egy nagyon piciket település, aki ismeri fenn a Hernád partján, Encs közelében egy 4 csillagos szállodát építettek, igazából túl nagy nevezetessége is nincsenek a településnek, ennek ellenére valaki látott benne fantáziát, ez gyakorlatilag nálunk is elképzelhető lenne, csak ehhez nyilván... Fantáziát sokkal lehetne, csak pénz nincs ellen. Hát pénz is van, csak... Jó, köszönöm szépen, tudni a polgármester úr. Van-e további... Köszönöm szépen. Van-e további vélemény, kérdés a napi rendi ponthoz kapcsolódóan? Amennyiben nincs, és mindenki egyetért az ingatlan megvásárlásával, javaslom, szavazzunk. Aki egyetért, kérem, kész felmeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, testületünk egyhangulag ezt a napi rendi pontot is elfogadta. A következő ingatlan a 997-es számú, helyrezi számú. Ez a határ, nem így szavazhatunk róla. Nem, külön. Jó. Ez a Pico féle ingatlan. Igen, ez a bal oldal égen, amit így beszéltünk. Így van. Tehát ez ugyanaz, mint az előző napi rendi pontok. Itt is mindenki megkapta az anyagot, itt is készült értékbecslés, csatóban van. Pénzügyi Bizottság már említette, hogy támogatja. Testület részéről van-e ehhez kapcsolódóan hozzászólás, javaslat, kérdés. Nem, most a 8-asnál tartunk. De ez a Pico féle ott a... 997-es helyre az a száma. Jegyzó, parancsolj. El kell mondani, ugye, mert ha látjátok a értékbecsléseket, a másik 125 forint, 150 forint, hogy miből adódik, ez abból adódik, hogy ez az ingatlan építési telek ingatlan, tehát magyarul beépíthető, míg a többi azok nem beépíthető ingatlanok. Meg valamivel közelebb is van. Hát, köszönöm.
jobb helyen van, nem tudom. De így akkor, amit beszéltünk is, hogy egybe a milyen, és már Dózsa György útig ez a rész. Nem, ez még egy ingat. Még egy ingat. Még van ott egy, akkor bocsánat. Laci, ja, igen, a Laci. Igen, ott örökös. Aki meghalt. Laci, így örökös. Igen. De szándékozunk azt is megvenni, mert utána. Jó. Akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy van-e napirendi ponthoz kapcsolatban kérdés, kérés, egyéb javaslat. Amennyiben nincs javaslom, szavazzunk, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. 9. napirendi pontunk következés a sorba. Az 1176-os helyrező számú ingatlan megvásárlása. Itt, hogy mindenki tudja, miről van szó, a templom melletti kis utcában van az ingatlan, a pontosan... így van, Herceg Juliska, így ismerik mindenki, az ő ingatlanról van szó, az közvetlenül a templom közelében van, és itt is ugyanez az eljárás, mint illetve az ötlet, a gondolat, mint az előző ingatlanoknál, hogy ne rontsák a városképet azok, akik nem odavalók. Javasoljuk ezt az ingatlant, legalábbis én személy szerint nagyon javaslom megvenni, és hasznosítsa inkább az önkormányzat, vagy bármire, amire majd jó lehet a későbbiekben. Elkészült az ingatlan értékbecslése, írásos anyagot mindenki megkapta, pénzügyi bizottság is tárgyalta, kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a megvételre. A hasznosításra is felmerültek itt ötletek, esetleg a múzeum részeként egy szőttes kiállítást, vagy bármi egyebet, ugye maga a tulajdonos is hosszú időn keresztül, és személyes munkái is maradtak meg, egy érdekességet lehetne ott, de más célból is lehet hasznosítani, mind a mellett, amit megint beszéltünk, hogy a központi részeket igyekszik az önkormányzat tulajdonába vonni, ez is egy olyan terület, olyan épület, a hasznosításáról lehet többféleképp majd gondolkodni. A pénzügyi bizottság javasolja a megvételt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Testület részéről van-e? A polgármester úr, parancsoljon. Amit mondott képviselő úr is, hogy én látok benne személy szerint nagyobb fantáziát is, mint hogy csak azért, hogy valaki ne vegye meg, azért nagyon jó helyen van ott a templom környékén, egy nagyon szép környezetben. Beszélgettünk róla, hogy vajon mennyit érhet egy ilyen ház, nyilván az értékbecslés itt is megadja, tehát volt, aki azt mondta, hogy sok az a 1,5 millió forint érte. Valóban jelen állapotában ez nem nagyon alkalmas lakhatásra, de egy olyan szép helyen lévő, majdnem, hogy mondhatom, hogy Cigánnak az egyik legjobb, tehát nagyon jó helyen ott a domb környékén, a templom környékén, hogy már beszéltünk is ilyen valóban helytörténeti hasznosításról is akár. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan cél, csatlakozva lehet, hogy valaki azt mondja, hogy sok már a múzeumból, meg magából a skanzen kialakításából, viszont egy olyan adottság Cigánnak, amire szerintem bárki büszke lehetne, úgyhogy ha ilyen célt fogunk vele szolgálni, akkor én szerintem az mindenképpen olyan, ami a település hasznát szolgálja, úgyhogy én mindenképp támogatom az ingatlan megvásárlását. Köszönjük szépen. A polgármester úr, van-e a testület részéről további hozzászólás, kiegészítés, kérdés, kérés? Amennyiben nincs, és mindenki egyetért azzal, hogy vásároljuk meg az ingatlant a beterjesztett áron, kérem készfelemléssel szavazzunk, aki egyetért. Köszönöm szépen. Testületünk ezt a napirendi pontot is egyhangulag elfogadta. 10. napirendi pontunk következik a sorban. Virágos, tiszta udvar, versenymozgalom kiírása. A korábbi évekhez hasonlóan felmerült az ötlet, hogy ismét ezt a versenymozgalmat indítsuk el. Nagyon-nagyon sikeres volt eddig minden év, és nagyon-nagyon szereti a lakosság, úgy vettük észre. Tehát arra gondoltunk, hogy megint ezen az éven, 2015 éven meg lehet hirdetni. És 2015. május 20-áig lehet ebbe jelentkezni. Itt a szokásos tagokat javaslom a bizottság tagjainak, Lőrinc János urat, Gönci Zoltán urat, Csáki Balázsnét, Marika nénit és Kristóf Andrea tiszteltes asszonyt, illetve a bizottság elnökének Olá Zoltán urat, akik eddig is nagyon korrekt módon végezték a munkájukat, és köszönjük az eddigi munkájukat, de
most is számítanánk rájuk. A versenyről azt kell tudni, hogy szeptember 30-án zárulna, és októberbe kerülne az eredményhirdetésre sor. Erre az önkormányzat 105 000 forint támogatást biztosított, ez egy előirányzott támogatás volt, és ebből az első, második, harmadik és a negyedik helyezetnek biztosítunk majd díjat. A korábbi évekhez hasonlóan itt is ismét valószínűleg, hogy virágok, vetőmagok, cserjék, ilyesmik lesznek. Kérünk mindenkit, aki kedvet ér ehhez a mozgalomhoz, csatlakozzon. Úgy gondolom, ez mindenki érdeke, hogy Cigányváros tovább szépüljön, ezzel is egy picit tudjuk ösztönözni a lakosainkat arra, hogy a jelenlegi szép udvarok még szebbek legyenek. Mivel pénzügyi vonzata is van, pénzügyi bizottság tárgyalt, ezt a napirendi pontot kérem szépen a véleményét. Pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja ennek az összegnek a biztosítását. Szívünk szerint még többet is, de azt tapasztaltuk, hogy tényleg sok embert megmozgat, még ha viták is vannak az odaítélés körül, de hát az is jó dolog, mert azért mindenki átnéz a szomszédjába, meg jár a városba, és azt mondja, hogy ez is érdemelt van. Ez jó dolog. Nehéz helyzetben lesz a bírálóbizottság, de én úgy gondolom, hogy hasznos dolog és jó dolog, úgyhogy támogatjuk és legyen. Köszönöm szépen, közben jegyzőt súgott, hogy mindenképpen mondjam, hogy jelentkezni a bizottság elnökénél lehet, tehát Olá Zoltán úrnál, Csoki Zorinál, aki nem ismerné, úgyhogy... De hogyan személyesen? Tehát én személyesen. Valami elérhetőséget nem kellene? Megadhatom. Vagy bár ő mozog a településen. Szerintem vele mindenki találkozunk, teljesen mindegy, hogy 3 órakor megy az utca, 4 órakor, vagy este 10-kor, ő ott van. Alpolgármester úr. Nem látom a versenykiírást még egyenlőre, mert szoktak versenykiírást készíteni az ilyeneket, biztos lesz majd igaz érző úr, hogy nem tudom, a jelölés, hogy jelentkezni lehet, én ezt egyébként máshol tapasztaltam, hogy talán jobban szokott az működni, hogyha javaslatot tesznek, hogy valamelyik porta, mert nem biztos, hogy mindenki jelentkezni akar erre, hanem én azt javasolnám, hogy lehessen esetleg jelölni, és maximum fogadja eddig valaki. Is így volt egyébként, hogy... Jó, de nem, ebből nekem nem derül ki semmi. Bíztatták egymást a lakosok, hogy jól is de akkor lehet, hogy nem eléggé. Arra gondol, hogy nem kell jelentkezni, hanem a bizottság járja a települést, és akkor... Például, igen. Igen, csak ott van egy önkéntesség is, és nem biztos, hogy mindenki személybe be akar nevezni. Tehát lehet, hogy úgy gondolja, hogy nem. Ezen lehet így is, lehet még is. Mégis arra gondoltam egyébként, de most, hogy jelöljék, tehát akár szomszédok, vagy akár rokonok, vagy ezt a meg azt a portát. De ezt akkor majd még tovább fejlesztjük, hogy a versenykiírás. Igen. Hogy? Aki nem jelentkezett. Külön díjban is. Igen. Aki nem jelentkezett is. A napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e még hozzászólás, kérdés, esetleg egyéb javaslat? Amennyiben nincs és egyetért azzal, hogy ezt a versenymozgalmat újraindítsuk, akkor kérem, készfelmeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. 11. napirendi pontunk következik a sorban. Karbantartási szerződés megkötésének előkészítése. Itt is mindenki megkapta az írásos anyagot. Miről is van itt szó? Azt szeretnénk, hogy annyi intézményünk van, és annyi helyen kell már karbantartani, hogy ezt a KFT szinte képtelen saját maga ellátni. Nem rendelkezünk azokkal a szakemberekkel, akik ezt teljes mértékben és kellő hozzáértéssel el tudnák végezni. Nyilván itt nem a csaptelekről van szó, meg a csöpögő vízről, ezeket ezután is meg fogják tudni oldani, de mind a sportcsarnokban, mind a járóbetegben, mind az óvodában, bölcsérében, most már klímákkal, illetve olyan technikai eszközökkel rendelkezünk, amihez mi nem igazán tudunk hozzányúlni. Voltak problémák az elmúlt hetekben, hónapokban, abból adódóan, hogy nem voltak rendszeresen karbantartva a gázkazánok, a technikai eszközök.
ezekről nyilván mi is tehetünk, hogy nem figyeltünk oda kellőképpen, de hogyha van egy olyan szakembergárda, akinek be van ittatva, az minden éven adott hónapban, hogy kijön, megcsinálja, leellenőrzi, akkor nagyon-nagyon sok pénzt megspórolhatunk magunknak, hiszen egy-egy ilyen karbantartás elmulasztása, mint ahogy az utóbbi hetek igazolták, nagyon fájhat, hogyha baj van. A 2-3 évig nincs ránézve egy kazánra, még ha jó működik, akkor az nagyon nagy gondokat okozhat. Történt ez így is. Ez adta a gondolatot arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és keressünk egy-egy olyan csapatot, aki ezt a teljes ellátást, karbantartást el tudná végezni. Van jelenleg karbantartási szerződésünk Kati, ugye, a Dalkiával. Ők három intézményben vannak, de ők is csak egy-egy területet fednek le, szóval a teljes karbantartást nem tudják elvégezni, és nagyon-nagyon borsos árat fizetünk így is ezért, úgyhogy ezért átgondolandó egy olyan szakembergárda, aki ezeket a feladatokat el tudná végezni. Na hát ezt a napirendi pontot javaslom megvitatásra. Kérem szépen a véleményeket, javaslatokat ezzel kapcsolatban, hogyha van ilyen. Alpolgármester, a karbantartási szerződésnél tartunk. Igen. Vannak kétségem egyébként, hogy sikerül egyetlen szervezetet vagy egyetlen csapatot találni, ugyanis majdnem mindegyik intézményben másfajta akár csak a fűtési rendszer. De hogyha sikerülne, akkor ez lenne ideális. Én gondolom, van több cég is, akikkel lehet tárgyalni, csak akarjuk ezt, vagy nem. Ennyi, és akkor utána nyilván be kell kérni ajánlatokat ezzel kapcsolatban. És ott nyilván pontosan le kell írni minden épületet, minden eszközt, minden egyes radiátort, klímát, csaptelepet, mindent, ami abban az épületben található, és akkor azokra a konkrét eszközökre kérnénk a szerződést. Foglalkozzunk ezzel a témával. Egyetért mindenki. Foglalkozzunk a témával. Még eddig pénzben ez nem került fel, úgyhogy Ha már az előbb megszólított polgármester úr, nekem még annyi lenne a véleményem, hogy azért tényleg, aki családi, nyilván mindenki családi házban él, és akkor látja, hogy milyen problémák jelentkezhetnek, na most ezt meg kell szorozni legalább nem tudom 20-szal, ami egy ilyen nagy intézményeknél előfordulhat, hiszen általában már, amire képviselőasszony is célzott, olyan bonyolult rendszerek vannak, hogy napi szinten érezzük a bőrünkön az egyes következményeit, és hát ugye van összesen 4-5 intézményünk, ahol van valamilyen jellegű szolgáltató a nagyobbaknál, a többieknél pedig nincsen, viszont a hibák én úgy látom, hogy azok egyre sűrűbben jelentkeznek, többek között elég a járóbeteg szakrendelőre is gondolni, hogy ott is nagyon nehezen tudják megoldani, főleg amikor hidegebb periódusok vannak, a folyamatosan jelentkező problémákat, úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel mindenképpen kell foglalkozni, és kompletten, hiszen a jelenlegi szerződéseink csak arra vonatkoznak, hogy általában a kazánoknak a karbantartására, vagy magára a kazánháznak az üzemeltetésére, vagy a fűtési rendszernek az üzemeltetésére, de a teljes karbantartására, tehát arra, hogy a vizestől kezdve a radiátorokig, a szennyvízhálózatig arra nem, erre pedig szükség van, szakemberünk pedig még a KFT-nél sincsen olyan, aki ezt meg tudná csinálni. Nyilván van olyan, amit egy csaptelepet meg tudnak szerelni esetleg a KFT alkalmazottjai, de ahol speciális szerszámokra van szükség, azt már nem, vagy szaktudásra. Úgyhogy én mindenképpen javaslom az előzetes ajánlatkérést, és ezt magunknak mondanám, hogy lehetőleg amennyiben sikerül valakivel megegyezni, akkor ne kössünk hosszú távú szerződéseket. Én ezt már többször hangsúlyoztam, mert majd az egyebek között én azért majd visszatérnék arra, vagy kérném, hogy tárgyaljuk a közvilágításnak a helyzetét, mert ott azért van egy nyertes pályázatunk, és pont emiatt van egy érdekes helyzetünk, úgyhogy
ezt magunknak jelölném, vagy jelezném majd, hogy úgy tartom korrektnek, ha mondjuk szerződések, ha csak valamilyen eltérő és nagyon kedvező szerződést nem kötünk, akkor ciklus erejéig kössünk szerződéseket maximum. Így van, egyetértek. Köszönöm szépen. Nyilván ennek ára van. De azért úgy kellene külön választani, hogy ugye van a normális karbantartás, meg van a javítás. Tehát mint ahogy azt mondjuk, hogy tavasszal, amikor előveszük a kerékpárunkat és átzsírozzuk, átpucoljuk, akkor is, ha nem hibás, ez lenne elvileg a karbantartás, tehát az apróbb cseréket, javításokat ő akkor is kicserél, ha éppen még működik, de tudja, hogy már nem. És van a javítás, ugye, amikor már valami rossz. Tehát, hogy célszerű erre ajánlatot kérni, megnézzük, hogy mennyibe kerül, bírjuk-e, de azért ez lenne a jó, hogyha úgy az üzembiztonság fenntartja, mert bizony van, amit ki kell cserélni x üzem euró után, akkor is, tehát hogy ne csak a javítás történjen meg. Az is nagyon fontos, mert nyilvánvalóan elromlik valami fontos, mint ahogy otthon is, hogy na gyere, gyorsan csináld meg, de egy biztonság, mint ahogy évente át kell csinálni otthoni kazányainkat, a gázkazánokat, kémény, minden, igen, tehát itt is, hogy ő ezt garantálja, hogy az üzem biztos. Tehát én is, és erről is szól ez a napirendi pont, hogy felhatalmazni a polgármestert, hogy kezdjen ilyen ajánlatkéréseket, és valamiféle javaslat találjon majd a testülettel él. Úgyhogy én javaslom, és gondolom, hogy a többiek is ezzel egyet értenek. Köszönöm szépen. A régi szolgáltatók között nincs olyan, aki vállalna, még mondod, hogy a kazán, vagy csak azt egy az a baj, olyan árakon dolgoztak, hogy ez volt a másik apropója az, hogy leüljünk össze, tárgyaljuk újra. Mert akkor velük megszüntetlen. Nem feltétlenül, de újra is lehet tárgyalni. De ezt csak akkor látjuk, hogyha több helyről bekerül az ajánlatokat, és megnézzük, hogy mások hogy dolgoznak. És annyi, hogy több mint 30 olyan ingatlanról van szó, ami valamilyen szinten az önkormányzathoz kapcsolódik, tehát hogyha így most végig gondoljuk, akkor nem is olyan sok, de azért, vagyis mi nem gondolná az ember, hogy ilyen sok épületről van szó, és ez egy nagyon nagy szám, ami sokszor megelőzhető, hogyha beszéltetek a sportpályás problémáról. Nem beszéltünk arra, hogy most épp a sportpályán volt egy kazán problémánk, aztán most ott az megoldódott, de ott is külső szerelőt kellett igénybe vennünk, mert ott is mindenképp szükséges a külön. Jó. Egyetértünk azzal, hogy egy ilyen dolgot elindítsunk. Amennyiben igen, kérem készfelmessel szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. 12-es napirendi pontunk következik. Az újonnan felvett napirendi pont csatlakozás a polgármesterek szövetségéhez. Döntés a fenntartható energia akcióprogram előkészítéséről. A polgármester egy pár szóba, hogy kérlek meg, hogy ismertesd ezt a napirendi pontot. Már több hosszú ideje foglalkozunk ezzel a témával. A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén a polgármesterek hoztak egy olyan döntést, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás csatlakozik ehhez a polgármesterek szövetségéhez, ami gyakorlatilag arról szól, hogyha nagyon röviden és érthetően el akarom mondani, hogy ahhoz, hogy egy bármilyen szervezet támogatásokat kapjon, nem csupán saját hazai pénzekről lehet, hanem nyilván uniós forrásokhoz is. Ez mehet a magyar államon keresztül, de lehet akár közvetlenül brüsszeli forrásokra pályázni. Ennek viszont van egy folyamata. Ahhoz, hogy erre tudjunk pályázni, és be kell lépnünk ebbe a polgármesterek szövetségébe, utána el kell készítenünk, és itt most jelenleg egyébként energetikai pályázatokról van szó, mert ezek nyújtják a legnagyobb forrás lehetőségeket, és elég nagy lehetőségek is vannak benne. Utána el kell készítenünk a úgynevezett fenntartható energia akcióprogramot, ami egy komoly tanulmány, az összes jelenlegi önkormányzati intézményt, a településnek az energetikai helyzetét felmérik. Ez nem csak Cigándról van szó, hiszen valamennyi település szándékozik ehhez csatlakozni a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társuláshoz kapcsolódóan. Amikor ez az akcióprogram elkészült, akkor cselekvési
terv készül, aminek nyomán egy úgynevezett projektet meg lehet fogalmazni, és ehhez forrást lehet igényelni Brüsszeltől, tehát pályázni lehet rá közvetlenül, nagyon jó támogatási intenzitásokkal, amit várhatóan a magyar állam ugyanúgy, mint a hazai forrásoknál valószínű, hogy kiegészít. Erre nyilván azért így nem tudunk biztosat mondani, de az biztos, hogy a megtérülő beruházásokra révén szó, akár még úgy is érdemes belevágni, ha csak 80-85%-os támogatásról van szó. A projekt méret az nagyon nagy, az akár elérheti az 5 milliárd forintot is, tehát itt elég komoly pénzekre lehet pályázni. Éppen ezért van szó, hogy ez meghaladja a településeknek a hatáskörét vagy lehetőségeit a mi esetünkben, ahol ilyen kis településekről van szó. Ahhoz, hogy csatlakozunk a szövetséghez, a kistérségi társulás, ahhoz minden településnek kell a jóváhagyása, de egyébként nem fontos, hogy csak a társulás, hanem akár lehet 10 település is pályázhat, tehát ha valaki mégsem úgy gondolja, akkor maximum módosítani kell majd a döntést, de ahhoz, hogy ez elinduljon, ez mindenképp szükséges. Egyetlen költség az biztos, hogy, vagy valószínű, hogy fog jelentkezni, az a kérdés, hogy ezt esetleg szintén valamilyen támogatásból, vagy önerőből finanszírozzuk ennek az akcióprogramnak, mivel egy komoly mérnöki szakértői munka van mögötte, egy várható becsült költsége már van, ez körülbelül 500 forint lakosonként. Hát azért mondjuk, hogy becsült, hiszen itt még a beszerzése nem történt meg, maximum ilyen előzetes kalkuláció alapján gondoltuk, hogy mennyi lehet majd ez a 17 település vonatkozásában, ezért vetítettük le ezt 500 forint per lakosra, ami cigánd esetében durván 1,5 millió forintot jelent. Tehát köszönöm, ez az, amivel kalkulálunk, de erre is megpróbálunk, ahogy ott szó volt a polgármesterek, hogy döntöttek, hogy pályázati forrást találni. Köszönjük a tájékoztatót. Van ehhez kapcsolódóan kérdés, javaslat? Vélemény, kérdés? Csak önkormányzatok lehetnek részt, vagy vállalkozók is csatlakozhatnak, vagy később bevonásra kerülnek vállalkozók? Polgármesterek révén itt jelen esetben önkormányzatokról van szó, hiszen ez a megalapozása az egésznek, de maga, hogy utána a konzor, ezt nem tudom a feltételeit, de akár volt olyan ország, de ott ilyen úgynevezett panel programszerű beruházások voltak, például Zágrába, amit nekünk is elmondtak, hogy Bukarestba, hogy több mint 50 ezer családi, vagyis nem családi lakás, hanem ilyen bérlakás szerű épületeket újítottak föl, tehát meg fogjuk nyilván annak vizsgálni a lehetőséget, hogy hát ha esetleg lakosság is bevonható ebbe, de ez inkább az ilyen tömeg házakra, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, hogy lakótelepekre van kihegyezve, de egyébként nagyon-nagyon változatos, mert a szélenergia hasznosításától, nem tudom, az ivóvíz minőségjavításig bármi belekerülhet egy ilyen programba. Van a további kérdés? Kérdés a napirendek a ponthoz kapcsolódóan. Képviselőasszony, Pancsó. Kis halak, nagy víz, nagy halak, és ez a megújuló energia, nekem dilim a szélerő, nagyon szeretnék cigányra legalább 10 darab szélerő művet. Majd felterjesztem a kérdését, képviselőasszony. Jó. Amennyiben szavazhatunk, akkor kérek szépen egy egyetértés mindenkivel kapcsolatban. Aki egyetért, kérem kész felműsor szavazzon napirendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Egyhangú. 13. napirendi ponton következik. Önhiki benyújtása. Tudjuk, ismerjük minden éven. Nem mondom, hogy erre számolunk mindig, de tulajdonképpen így van. Azért jó jön az állami segítség. Erre azért tartalékolunk is, és mindig úgy igazítjuk a sorokat, hogy ezt a pályázatot igyekezzünk elnyerni. Erre szükség van, és ez, úgy gondolom, hogy ezt sajnos nem kerülhetjük el, de bár egyszer, hogy olyan évet zárnánk majd valamikor, hogy erről ne is kéne beszélni, de szerintem a környékünkön senki nincs, aki ezt megtagadná. Tehát ezt a önhibájukon kívül rossz anyagi körülményekhez rendelkező önkormányzatok adhatnak be pályázatot, adjuk be, pályázzuk meg, és nyerjük meg. Hozzá kell tenni, hogy nem szerepel benne összeg, mert pénteken jött meg a tábládat, hogy mik azok a
területek, ahol a működési hiányt el lehet számolni, illetve lehet így működési hiányra hivatkozással támogatást igényelni. Katiék még most fogják majd összeállítani, hát nyilván a maximumot reméljük, hogy ki lehet hozni. Hát egy jó hír van, ami az előző évhez képest jó hír, hogy a közművelődés bekerült a támogatható keretek közé, ami tavaly ugye az jelentős mértékben ugye kiesett a pályázatunkból. Megelőzöm a pénzügyi bizottság elnökét, hogy felhatalmazzuk a polgármestert, hogy tegyen meg mindent a pályázat sikerének, elnyerésének érdekében. Ezt mindig el szoktam mondani, elnök úr, úgyhogy... A pénzügyi osztályt, hogy olyan pályázatot készítsen, ami megfelel az előírásoknak, és lehetőség szerint a maximális összeg szerepel benne. Mert hát amíg pályázat van, az arra lehet pályázni. Hát buta az, aki nem pályázik, tehát nyilvánvaló. Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem készfelme, és szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú. 14. és 1-ben utolsó napi rendi ponton következik általános iskola tanulóiért alapítvány támogatása. Jegyző urat megkérem, hogy egy pár szóba. Itt arról van szó, mert korábban már ugye beszéltünk róla, hogy 2013 évet lezárva az apácai tankönyvkiadó az általános iskoláknak hát valamilyen támogatási jelleggel juttatta ezt a pénzt, azért, mert az ő tankönyveit ugye forgalmazták. Ez 2014-ben került ugye felszínre, akkor, amikor már az iskola a klikhez tartozott. Mi azt szerettük volna elérni, hogy valóban az az intézmény részesüljön belőle, aki tulajdonképpen megdolgozott ezért, mert ha bekerül a kliknek a pénztárába, akkor nem biztos, hogy az itt hasznosul. Onnan nincs visszaút. Hát, hogy itt hasznosul, mert nagy szükség van ott is rá, és ez a pénz 329 ezer, vagy mennyi pontosan, vagy 16.700 a határozati javaslatban benne van, amit kapott az intézmény, és tekintve, hogy van az iskolának egy alapítványa, amelynek a célja az, hogy az itt tanuló gyerekeknek az üdöltetését és más célú foglalkoztatását elősegítse, erre a célra adnánk át ezt a jogosan őket illető pénzt. Köszönjük szépen, jegyző. Van-e ehhez kapcsolódóan kiegészítés, javaslat, hozzászólás? Amennyiben nincs és mindenki egyetért, kérem készfelméssel szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulóan elfogadtuk ezt a napi rendi pontot is. Naprendi pontok végéhez értünk, egyebek, interpellációk, bejelentések következnek. Amennyiben nincs, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és további szép napot kívánok!